Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás szeptember 28-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mi foglalkoztatja őt, mik a gondolatai és tervei. Itt láthatjuk ezt a fő papnőt, az utal spirituális dolgokra, lehet, hogy ez érdekli most őt. Azon kívül ez a fő papnő őrzi a sorsok könyvét, és itt vannak sorsdöntő kapcsolatok, döntések, sorsdöntő fordulat, és pontosan ez, amivel ő tudatában van. Ugyanezt mutatja itt ez a kártya is, és utal az érzelmeire, ő eljutott most ehhez a kereszteződéshez, és döntéseket hoz, hogyan tovább. Sorsdöntő fordulat fog következni. Mit közöl veletek? Azt mutatja itt Justícia, az igazság istennője, itt lehet egy bírósági ügy, amennyiben ő házas, az válásra utal, ami még fontos, hogy ő szeretné tudni a valóságot, ügyel a belső békére, a belső egyensúlyra is. Ez a mérleg Justícia kezében gyakran párkapcsolatra utal. A napi csokis kártya az egy überraschung, az annyit jelent, lesz itt egy meglepetés. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás. Megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Most van egy kedvezmény, egy kármikus fordulat, az jó ehhez a jósláshoz is, mert ez a jóslás mutatja ezt a fordulatot, és ez a kedvezmény megkapható 4200 forintért egy jóslás asztrológiával kiegészítve. Azon kívül most feltettem egy videót, egy meglepetés vagy egy kedvezmény, mégpedig így év végén egy születési horoszkópnak az elemzése, azon kívül egy évi horoszkóp, amiben megnézzük azt minden hónapban, hogy mi történik 2021-ben. A díjam 9000 forint, mindkettőt beleértve. A születési horoszkóp elemzését is, és az évi horoszkópot. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!